Jó napot kívánok, Schmidt Kálmánt üdvözlöm, az Aranypiac ügyvezető igazgatóját. Hétről hétre a szokásos, sokakat foglalkoztató kérdés, milyen aktuális hírek mozgatják az arany árfolyamát, merre jár jelenleg az árfolyam és mi várható az elkövetkezendőkben? Az év eleje óta töretlenül emelkedik az aranyár, ehhez persze hozzátartozik az is, hogy a tavalyi év folyamán jelentősen beszakadt az árfolyam, tehát van honnét emelkednie a kurzusnak az év eleje óta. Gyakorlatilag 1180-1200 dollár magasságából indult ez az emelkedés, és jutott mostanra 1360 dollár környékére. Árfolyam emelkedésének, mozgásának, mint mindig, két tényezője van. Az egyik a kereslet, a másik pedig a kínálat alakulása, a kettőnek a viszonya egymáshoz, kettőnek az egyensúlya, illetve egyensúlytalansága. A keresleti oldalról elmondható, hogy egyrészt van egy technikai jellegű emelkedés, jelenleg egyszerűen a tavalyi évnek a nagy esését korrigálja felfelé az árfolyam. Másrészt nyilván az ukrajnai válság, az ottani feszültségek, geopolitikai feszültségek is rátettek az elmúlt két hétben a lapátra. Ugyanakkor egyértelműen érzékelhető az élénk ékszeripari kereslet, és megjelentek ismét erőteljesebben a spekulások a piacon. Látjuk az amerikai határidős tőzsde, a COMEX hetente nyilvánosságra hozott adataiból, hogy ott a long, tehát a vételi opciók száma az elmúlt időszakban egyre csak növekszik. A kínálati oldalról ugyanakkor elmondható, hogy két tényező, az egyik a nagy aranyra specializálódott alapok, az ETF-ek, amelyekből az arany kiáramlása tavalyi év egyik meghatározó jelensége volt, és ez a kiáramló arany kínálatként a világpiacra került, nagyjából 1000 tonnás nagyságrendben. Ez a kiáramlás az idei évben leállt, nem folytatódik, tehát nincs egy plusz kínálat a piacon a tavalyi évhez képest. Ugyanakkor pedig a tört arany felhozatal is, ezt nagyon jól érzékeljük akár itt Magyarországon is, az alacsonyabb árszinteken lényegesen visszaesett, tehát nem áramlik annyira a tört arany, mint ahogy az korábban a magas aranyárfolyamnál még jellemző volt. Ugyanakkor nyilván nem nőnek a fák az égig. Mit jelent mindez a rövid, vagy akár a hosszabb távú kilátásokat illetően? Meddig folytatódhat még az árfolyam töretlen emelkedése? Mindösszességében elmondható, hogy bár kezd az elmúlt két és fél hónapnak a folytonos emelkedése eredményeként túlvett állapotba kerülni a piac, tehát egy korrekció nagyon időszerűvé válik lefelé most az elkövetkezendőkben, de az emelkedésnek továbbra is van még tere, potenciálja felfelé. Könnyen meg lehet, hogy el fogjuk érni az 1430 dolláros, vélhetően igen kemény ellenállási szintet az elkövetkezendő hetekben, de egy korrekció legkésőbb akkor, de adott esetben már korábban is bármikor kezdetét veheti. A kockázat ebben mindössze annyi, hogy ez a korrekció kérdés, hogy korrekció marad-e aztán lefelé, avagy egy újabb eladói hullámát terebélyesedik, mert ugyanakkor azt azért látni kell, hogy az amerikai monetáris politikának a lazasága, ami az elmúlt éveket jellemezte, és az egyik főhajtóerő volt az aranyár emelkedése mögött, ez a laza monetáris politika egyre inkább kivezetésre kerül, és az inflációs félelmek, amelyeket a laza monetáris politika gerjesztett, egyre inkább elvesztik az aktualitásukat, tehát ebből az irányból továbbra is egy Damoklész kardja lebeg azért az aranyár felett, de úgy tűnik, hogy legalábbis a rövid távú emelkedésnek egyelőre még van lehetősége felfelé. Köszönöm a beszélgetést, viszont hallásra. Schmidt Kálmánt hallottuk, az Aranypiac ügyvezető igazgatóját. A jövő héten ismét beszélni fogunk az aranypiacáról, az arany árfolyamáról. A viszontlátásra, viszont hallásra.